Nyílt napokat tartanak az iskolákban, hamarosan itt a beiratkozások ideje. A 2017-18-as tanévre a hivatalos közlemény szerint április 20-án és 21-én lehet beiratni a leendő elsősöket. Van olyan köznevelési intézmény, ahol már az értesítőket is kiküldték a szülőknek. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napján betölti a 6. életévét, de legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik, írja a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény. A gyermek köznevelési intézménybe történő felvételéről az adott iskola igazgatója dönt. A tanszabadság egyik elsődleges megvalósulási formáját jelenti a szabad iskola választás jogának garantálása a köznevelési törvényben. A szülőt tehát megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának a joga. Az iskolaválasztás talán az egyik legnehezebb szülői dilemma. Egy biztos, mindenki a legjobb helyet szeretné megtalálni a gyerekének. Friss kutatás nincs arról, hogy mi alapján választanak a szülők iskolát, de egy-egy iskoláról az informális csatornákon terjedő hírek befolyásolják a döntést. Másik lehetséges válasz a saját tapasztalat. Ha a nagyobbik gyerek után a kisebbiket is ugyanabba az intézménybe adják a szülők, már van egyfajta bizalom az iskola iránt. Gyakran előfordul az is, hogy a kisebb településeken maga a szülő is az adott iskolába járt gyerekkorában. Több esetben tagozatos iskolákat, két tannyelvű iskolákat vagy valamilyen oktatási profilt választanak a gyerekeknek. A nyílt napokon a szülők bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, hangulatába, megfigyelhetik az oktatási módszereket. Sok esetben a választási szempont a tanító személyisége. A pedagógusok felhívják a figyelmet arra, hogy a gyerek érdeklődését és képességeit mindig figyelembe kell venni iskolaválasztásnál. Mócsáné Nagy Ágnes, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója a vendégünk ma este. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Meglehetősen széles a választék Nyíregyházán legalábbis. Hány általános iskolába is jelentkezhetnek a gyerekek? Legjobb tudomásom szerint 27 általános iskola van ebben a városban. És hát a fenntartó szerint is vannak különbségek, hiszen vannak állami iskolák, egyházi és alapítványi iskolák. Milyen szempont szerint választanak a szülők? Mi a tapasztalat? Miért választanak egyházi iskolát, és miért pont a reformátust például? Hiszen erre van nagyobb rálátása. Igen. Szerencsés esetben azért választják az egyházi iskolát a szülők, mert oda tartoznak. Keresztény gyülekezethez tartoznak, a református iskolát most már többségében református családok választják, de nem kizárólag csak a egyházhoz való tartozás van egyébként Nyíregyházán saját iskolája? A történelmi egyházaknak igen. És azon kívül van alapítványi iskola, Waldorf iskola, és természetesen a oktatási hivatal által fenntartott intézmények. Ott tartottunk, hogy nem csak református gyerekeket várnak az iskolájukba. Természetesen ez egy ökumenikus iskola. A gyerekek vallási felekezetükhöz képest hittanoktatásban részesülhetnek nálunk a katolikusok is, az evangélikus gyerekek. Mindenképpen nálunk az a fontos, hogy ezt szoktam mondani, hogy a kettős nevelés elkerülése érdekében olyan családok szoktak bennünket választani azért, akik kötődnek a kereszténységhez. Emellett azért óriási a verseny az iskolák között. Pontosan. Mi az, amit ezen felül nyújtani tud az iskola? Ugye nagyon sokan már az első osztályban azt nézik, hogy milyen szakosodások vannak. Igen. Igen. A mi iskolánkban a keresztény nevelés mellett hagyományosan a Jókai, az egy 110 éves iskolája a városnak, éppen az ebben a tanévben 110 éves. Én, ha iskola, leendő elsős gyerekem lenne, akkor biztos megnézném azt is, hogy milyen hagyományai vannak az iskolának, és természetesen minőségi oktatást és nevelést keresnék, és olyan is intézményt választanék a gyermekemnek, hogy ezt hogyan lehet eligazodni 27 iskola között, ez elég fogós kérdés. Nagyon sokszor az is dönt a választás mellett, hogyha a családnak kötődése van ahhoz az intézményhez, a Jókait is választják sokan olyanok, akik maguk is a Jókaiba jártak. Is oda jártak. Igen, nekem is van olyan tanítványom már, aki a saját gyerekét hozta oda hozzánk elsősnek, és én gondolom, hogy tanítónénit is választanak, ezért aztán az iskolák, a mi iskolánk is beiskolázási programot szokott végigvinni,
ahol a szülők megtekinthetik a iskolát, találkozhatnak a tanítókkal, megnézhetik, hogyan folyik a munka nálunk. A mi beiskolázási programunk például olyan volt, hogy volt olyan alkalom, amikor ajándékműsorban részesültek az óvisok, akik oda látogattak a szüleikkel együtt. Volt olyan alkalom, amikor a tanítónénik foglalkozást tartottak nekik, hogy a szülők bepillantassanak abba is, hogy zajlik ez, hogy ezek a tanítók gyerekekkel törődnek, és volt olyan, tájékoztattuk őket a lehetőségekről. Hogyha én választanék, akkor elsősorban valószínűleg nem tagozatot választanék. Hiszen igazi tagozatos oktatás a városban, a Kodály iskolán kívül nem tudom, hogy sok van-e, mert ott énekzene tagozatos oktatás folyik, inkább emelt szintű oktatást szoktak az iskolák hirdetni. Nagyon sokat lehet manapság olvasni, és hát tapasztalja is az ember, hogy az iskolák, az oktatási intézmények nagyon erősen a teljesítménycentrikusság irányába mozdultak el. Egyfajta vita is kialakulnak el, az internetes felületeken lehet olvasni, hogy most akkor kinek a dolga a gyereknevelés, a családi, vagy az iskolái, és mintha egy kicsit az iskola ebből próbálna is kivonulni, és mintha egy kicsit a szülők is azt mondanák, hogy hát nehogy már más nevelje a gyerekemet, mint én, holott azt gondolom, hogy az iskolának ugyanolyan hangsúlyos dolga a nevelés, mint az oktatás, hiszen egy olyan közeget tud biztosítani, egy kortárs közeget a gyerek számára, amit a család nem tud megadni, és ugyanolyan fontos felülete a személyiségfejlődésnek. Ebben teljesen egyetértünk. Tehát az egyik a másik nélkül nem képzelhető el. Hitünk szerint, és legjobb tudásom szerint a iskolának dolga az, hogy a szülőkkel együtt nevelje a gyereket. Mostanában ezt már a szakirodalom is nem közoktatásnak nevezi, a törvények sem az iskolai tanítást, hanem köznevelésnek inkább. Minden csak a rendszer szemléletű személyiségfejlesztés jegyében történhet az én véleményem szerint. Mit ért ez alatt pontosan? Hát azt gondolom, hogy a gyereket nem matematikára kell tanítani, és a mi iskolánk remélhetőleg ezt az utat követi keresztény iskolaként meg pláne, hanem a tantárgyi tudás megszerzésén keresztül a legfontosabb az, hogy neveljük a gyereket, és a kompetenciáit, a felhasználói tudását növeljük. Biztos, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Ebben a poroszos hagyományoktól megterhelt magyar köznevelési rendszerben, ez nem egy olyan könnyű dolog, de törekedni rá az elhatározásunk, a mi iskolánknak elhatározása. Nagyon sok esetben lehet látni, hogy a gyerekek túlterheltek, és pontosan az érdeklődés vész el belőlük, a motiváltságuk, a kíváncsiságuk vész el, mire végigjárják az iskolát. Én azt gondolom, hogy egy iskolaválasztásnál pont ez is egy nagyon fontos szempont lehet, hogy a gyereknek a habitusa mihez tud illeszkedni, egy milyen szemlélethez, és milyen értékrendet követ egy iskola. Talán itt az egyházi iskola ez pont ezt nyújtja, hogy egy olyan értékrend. A keresztény, az európai értékrend kell, hogy mindenféle köznevelésnek az alapja legyen. Azt gondolom, hogy senki nem vitatkozik ezzel. Ez nem csak a keresztény iskoláknak, a református iskoláknak a feladata, hanem szerintem minden köznevelési intézménynek a feladata. Az, hogy túlterheltek a gyerekek, ez sokszor egyébként szülői elvárásból is adódik, és a mostani köznevelési törvények, az órakeretek, a gyerekeknek az idejének a beosztása, az, hát úgy érezzük, mi mindig úgy érezzük, meg a tananyag mennyiség is, amit a kerettanterv előír nekünk, az van olyan, hogy nem illeszkedik, sőt, sokszor nem illeszkedik a gyereknek az életkori sajátosságaihoz. Ott van még az a gond is, hogy az óvodából az iskolába való átmenet. 6 évesen vagy 7 évesen menjen a gyerek iskolába, már az első dilemma, hogy ezt is hogyan nagyon nehéz. Ezt is nagyon nehéz egy... Túl korán sem jó, de túl igen. Későn sem. Nehéz egy szülőnek ebben dönteni. A saját példámat is emlegethetném. Aki tehetségesnek tartja a gyerekét, kiemelkedő képességűnek, az egy kicsit sietteti esetleg ezt. Vannak olyan szülők, akik úgy gondolják, vagy olyan példát látnak maguk előtt, hogy nagyon sok terhet jelent a gyereknek, akkor halogathatja ezt. Ebben nem olyan könnyű dönteni. Azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok, azok felelősséggel ezt látják azért.
És hadd mondjam még azt is el, hogy olyan iskolát választanék a gyerekemnek, hogyha én most választhatnék, ahol arra is odafigyelnek, hogy az óvodából az iskolába való átmenet az gördülékeny legyen. Például a mi iskolánkban most erre dolgoznak ki a tanítók ilyen alternatív pedagógiai eljárásokat, például a sakpalota programot, a drámát, és más ilyen nevelési eljárásokat használunk ahhoz, hogy a gyerekek ezt ne óriási teherként és túlterheltségként éljék meg, és könnyebben fogjanak hozzá ebben a másik élethelyzetben ehhez a sokkal szorosabb kötöttséghez, amit a iskolai éppen erre jelent. Hivatkozva próbálnak most a 9 osztályos általános iskolában gondolkodni a döntéshozók. Ezek szerint ezt pedagógusként is úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog, hogyha van egy átmeneti év az óvoda és az iskola között? Na most én ezt elképzelni sem tudom, hogy hogyan gondolják megvalósítani. Ennek igazából tárgyi feltételei, személyi feltételei most ebben a pillanatban biztos, hogy nem biztosítottak. Én azt gondolom, hogy egy 9 évfolyamos általános iskolába való átmenet is lehet gyerek közeli, meg egy 8 osztályos általános iskolába való átmenet az óvodából. Én emellett a 8 osztályos általános iskola mellett teszem le egyelőre a voksomat, mert mondom, ennek a szakmai hátteréről és a tárgyi feltételeiről nem vagyok bizonyos még egyelőre. Múcsáné Nagy Ágnes, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Én is köszönöm szépen.